Szeretettel köszöntök mindenkit Zentán, megköszönöm Juditnak, Hédinek, Daninak, utitársaimnak, hogy itt lehetünk, és egy kérést szeretnék teljesíteni. Ez a kérés a buddhista etika, mint fő téma a mai előadáson. Mit szoktunk meg itt nyugati etikaként? Általában valami teológiai vagy filozófiai igazságot szeretünk az etika és a moralitás alapjául látni. Legjobb esetben mindkettő, mind a teológia, mind a filozófia eléggé sokféle forrásból táplálkozik. Táplálkozik nagyjából a görögség, a római birodalom, a korakereszténység, a középkor, a felvilágosodás, a tudományos szemléletű világ, és aztán a posztindustriális társadalom, ugye gondolatvilágából. És ezek a kultúrkörök, ezek korántsem épülnek egymásra harmonikusan, és nem adnak egyértelmű útmutatást arra, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Jelzem, szerencsére. Tehát nincs egy tökéletesnek tartható vallási, filozófiai alapja annak, hogy ember és ember között, a társadalomban és az ember lelkében mi az, ami helyes és mi az, ami helytelen. Nagyon sokan megpróbálták ezt leosztani különböző könyvekben, rendszerekben, és szerencsére nem arattak tartós sikert. Még elsőprő sikert sem. Elég inverz módon a középkor volt az, ahol 1000 évig nagyon-nagyon egyfélének látszó gondolkodás egy darab könyvből érvényesült, és aztán ez szétrobbant darabjaira nagyjából Galilei idején, miután tartott, ahogy mondtam, majdnem 1000 évet. Miért van szükség etikára és moralitásra? Ha magunkban nézünk, az ember nem egy egyértelmű és világos szabályok szerint működő gép, nem vagyunk robotok, nem vagyunk előre megjósolható lények. Ha megnézzük a gondolatainkat, a beszédünket, az érzelmeinket, az akaratunkat, a cselekedeteinket, az ösztöneinket, ezek mind-mind tudnak mást követni, ezek tudnak egymással csattanni, egy szóval rengeteg ellentétet hordozunk magunkban, amelyeket valahogy működőképessé és összeférhetővé szeretnénk tenni. Ez nem mindig sikerül. Keleten ugye vannak a szútrák szó szerint vezérfonalat jelentenek, vagy útmutatást jelentenek, és ezek sem adnak egyértelmű tanítást arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, hanem inkább valamiféle utat kínálnak magunk és a mások megismerésére. Hogy hozható összefüggésbe az önismeret és az etika, vagy a világismeret és a moralitás? Egyszerűen abból fakad ez az összefüggés, hogyha megismerem az ok és okozat működését, akkor azt is látom, hogy mikor okozok szenvedést, és mikor okozok boldogságot. Valahol az etikának az alapja az, hogy mit látok magamból, hogyan ismerem magamat, milyen mélyen ismerem meg a másik embert, a társadalmat, mennyire jól látom az ember és a világ közötti kapcsolatot, és hogy ezek után milyen döntéseket hozok a cselekedeteimről, a beszédemről, a gondolataimról és az érzelmeimről. Tehát, mit mondok, mit teszek, mit gondolok, mit érzek? Ezeket tudatosan a lehető legritkábban tudjuk irányítani. Még csak nem is látjuk nagyon nagy részüket. Amikor egy picit jobban magunkban nézünk és elmélyedünk, látjuk azt az elképesztő mennyiségű feldolgozatlan problémát, ismeretlen zugot a lelkünkben, amelyek főleg válsághelyzetekben eléggé durván tudnak érvényesülni, és nem is gondoltuk volna magunkról, hogy kényszerhelyzetben, válsághelyzetben ilyesmire vagyunk képesek, amit éppen teszünk, érzünk, gondolunk, vagy mondunk. A legelső és legfontosabb
etikus magatartás, az egy országban a törvényeknek a betartása. Igen ám, csak ezen törvényeket is emberek alkotják, és van négy olyan terület a törvénykezés terén, amelyet jó ismernünk ahhoz, hogy meglássuk a törvények működését. Most csak külső törvényekről van szó, amiket leírtunk, paragrafusokba szedtünk, ugyanis az alapállás az, hogy amelyik országba születtél, vagy ahol élsz, vagy ahova látogatsz, azokat a törvényeket kövesd. Tehát ne kerülj velük összeütközésbe. Igen ám, csak hogy meg kell a törvények mélységét ismerni, és együttműködését ismerni ahhoz, hogy helyes döntéseket hozzunk. Miért? A jogrendnek van négy komoly oszlopa. Az egyik a jogfilozófia. A másik a jogalkotás. A harmadik a jogértelmezés. A negyedik a jogalkalmazás. Egy társadalomnak az etikus működését ezen négy paraméter vizsgálatával nagyon jól meg lehet határozni. Milyen tudat működik a jogfilozófiában? Hogyan gondolkodom, amikor a jog kereteit megalkotom? És a jogfilozófiában az alap tényleg az ön és világkép. Mi az ember a jogalkotás szempontjából? Mi a világ a jogalkotás szempontjából? Milyen kapcsolat engedhető meg emberek között, és milyen kapcsolat nem engedhető meg? Ez mind jogfilozófiai kérdés, ezek azok az általános premisszák, olyasféle normatívák, amelyek szerint a jogot megalkotjuk. Tehát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, van egy elméleti rész, ez a jogfilozófia, van egy gyakorlati rész, ami megalkotja a jogot, szépen paragrafusokba foglalja, és ennek van egy csomó háttere. Az európai jog azért működik úgy, ahogy, mert az ember képe, az Isten képe, a világ képe, a társadalom képe olyan, amilyen. Utána van a jogértelmezés, amikor az adott jogot egy adott helyzetben értelmezem, és van az alkalmazás, amikor törvényt is hozok vele, vagy ítéletet alkotok, és ezt be is tartatom. Egy társadalom etikáját, vagy etikus mi voltát le lehet mérni aszerint, hogy mennyire működik együtt azonos platformon, és következetesen ezen négy nagy oszlop, a jogfilozófia, jogalkotás, jogértelmezés, jogalkalmazás. Ha ez a négy terület teljesen más észjárást követ, akkor az a társadalom szétesett. Ugyanezt, ha belefordítod az ember az egyén működésébe, vagy a kis csoport, a család működésébe, ha nagyon mást mondunk, mást érzünk, mást gondolunk, és mást cselekszünk egymáshoz képest, akkor az a család szétesett. Ha pedig az egyént nézed, ha nagyon-nagyon sok ellentét mutatkozik a gondolataim és az érzelmeim között, hogy jót mondok, meggyilkolom. Tehát közben ezt érzem, miközben valami mást mondok, és miközben valami mást gondolok, és még valami mást teszek, és ugyanabban a pillanatban ugyanarról a kapcsolatról van szó. Tehát mindamellett, hogy látjuk, hogy nem vagyunk következetesek, és nem fogunk sohasem egyértelműen és százszázalékos ugye, homológiával, azonossággal ugyanazt gondolni, érezni, tenni és mondani, emellett ezeknek az irányvétele és az együttműködése nagyon fontos. Tehát vannak itt is hibahatárok. És hogyha egy bizonyos hibahatár kritikus tömeget a következetlenségek túllépnek, akkor beszéltünk etikátlan vagy amorális viselkedésről. Mást mondok, mint amit teszek, mást érzek, mint amit gondolok, mást gondolok, mint amit mondok. Tehát amikor ezek a széttartások elérnek egy bizonyos kritikus küszöböt, akkor az ember érzi, hogy nem akar a tükörbe nézni. Nem akar mások szem elé kerülni. Itt van szégyen, bűntudat, és a többi, és a többi. Amikor úgy gondoljuk, hogy ezek nagyon-nagyon jól együttműködnek, és mi nagyon pengék vagyunk, és mindent nagyon jól csinálunk, akkor van ez az álságos tökéletesség tudat, különbözőféle narcizmus és egyebek, és bizony egyén, család és társadalom szintjén
vannak ilyen narcisztikus pillanatok, akkor, amikor kijelentjük, hogy bizony a mi formációnk legyen az nemzet, család, bármiféle társadalmi réteg, az a legjobb, és annál aztán nincs is non plus ultra, ugye? Tehát azért érdemes magunkba nézni és okozatában látni csoportjaink működését, hogy a hibákat javítani tudjuk, és egy nagyon együttérző, világos irányt kijelölhessünk. Tehát a Buddha idejében már voltak fogadalmak, szabályok, amelyek később csak szaporodtak, de ahhoz, hogy ezeknek a létét, az okát és a működését beláthassuk, ahhoz magunkban kell egy picit rendet tennünk, és tiszta tudattal látni az okot és az okozatot. Tehát a Buddha nem morális vagy etikai oldalról fogta meg elsősorban az ember útját, hanem egy olyan eszközt adott a kezünkbe, az ön- és világismeretet, a tiszta tudat tapasztalatát, amellyel helyes etikai és morális rendszereket tudunk teremteni, ha erre szükség van, és bizony szükség van. A Buddha onnan indult ki, hogy ha valaki vagy valakik szenvednek, akkor annak a tényét el kell ismerni. Már itt problémánk van, mert tudjuk azt, hogy ha nagyon nagy többség ránéz egy nagyon nagy kisebbségre, aprócska kis kisebbségre, akkor nem hajlandó sokszor meglátni, hogy ez a pinduri, a szenved. Mert el vagyunk telve a többségi véleményeinktől. És a szenvedés meglátása, a tényének az elismerése, a legelső dolog egyéni, család és társadalmi szinten, amelyet pusztán önérdekből meg kellene valósítanunk. Ha nem ismerjük el mások szenvedését, mert nem vagyunk hajlandóak azt meglátni, az előbb-utóbb hozzánk visszatér. Az a szenvedés rajtunk is fog csattanni. Európában, ha más nem, ugye, veszünk alapul, akkor a be- és kivándorlást tessék megnézni. Jó? Tehát a szenvedés tényének a meglátása, ez az első igazság, amit a Buddha a négy nemes igazság elsejeként tanított. Tehát azt is tanította, hogy ennek a szenvedésnek van oka. Na most az ok meglátás is egy nagyon-nagyon kemény dió, mert ekkor szoktuk a könyveket, a szabályokat, az etikai és morális rendszereket így felütni, és ítéletet szoktunk alkotni ahelyett, hogy az okát meglátnánk. Miért nem szoktunk így oknyomozásba kezdeni? Mert az is előbb-utóbb visszaérne hozzánk, hogy mi hogyan járultunk hozzá az adott szenvedésteli állapothoz, bármennyire úgy tűnik, hogy nem rólunk van szó, hanem valakire, másról, valakikről, egyébről. Bizony a szenvedés okát mélységében meg kell látni, és magunkat sem szabad kifelejteni ebből, ha egy pici, egy íznyi hozzájárulásunk volt ahhoz a szenvedéshez, akkor csak annyi, ha pedig nagyon-nagyon sok százaléknyi és nagyon nagy részt ezt mi okoztuk, akkor meg annyi. Sem a túlzott bűntudat, sem az önfelmentés nem ment meg minket. Tehát nagyon sokszor beleszoktuk lovani, hogy én vétkem, és csak az enyém, és én vagyok az összes nyomorúságért a felelős. És ezzel paradox módon tudat alatt fel is mentem magam, mert hogyha tényleg én vagyok érte az egész a felelős, hát akkor nem tudok mit csinálni. Nem tudok 100 000 fele szakadni és meggyógyítani mindenkit. A másik pedig az, hogy adjam már, hát én 1/7 milliárdot érek ezen a bolygón, különben is nemrég jöttem ide, csak egy pár éve, semmi közöm az egészhez. Én csak véletlenül vagyok itt, a körülmények áldozata, rossz helyen, rossz időben, stb. Tehát az önfelmentés és a krónikus bűntudat ugyanarra a srófra jár. És nem tudom tisztán, tükörszerűen meglátni a valódi okozati mátrixot, azokat az összefüggéseket, amelyek valójában hozzájárultak a szenvedésteli állapot kialakulásához. Na, ha ezen a nagyon fontos két lépésen túljutottunk, akkor jön a szenvedés megszüntetésének az azonosítása. Ez a kórházakban nagyon egyszerű. Szenvedés megszüntetése az, ha meggyógyul a beteg. A betegséghez képest az egészség, az a szenvedés megszüntetése. Egy krónikus, kétjegyű százalékos munkanélküliséghez képest a nagyon kevés töredék százaléknyi munkanélküliség egy társadalomban az egészségnek a jele. Úgyhogy
amikor ez a felismerés megvan, és ez sem könnyű ugye elővarázsolni magunkból, főleg intézményes szinten, nem? Most megnézed a híreket, hogy van egy probléma, és arra a problémára az arra hivatott, kinevezett és törvénybe iktatott emberek milyen megoldást javasolnak. És akkor eldobod az összes gyógyszeres kapszuládat, és azt mondod, hogy ilyen már pedig nincs, és kiderül, hogy van. Tehát tudnak emberek úgy hozzárendelni betegséghez, egészséghez, problémához megoldást, hogy az hajmeresztő. Miért? Mert a második lépés kimaradt, az okok felismerése. Ez általában szándékos, tehát ezt szándékos vakságnak szoktuk hívni. És ugye mégis a harmadikhoz eljutottunk, akkor utána következik a negyedik, a szenvedés megszüntetéséhez vezető út. És ekkor lehet azt látni, hogyha ezt nem jól csináljuk, még akkor is, hogyha az első három nagyjából sikerült, akkor elkezdünk körben forogni. Tehát az út az nem egyenesen megy és kivezet a problémából, hanem visszavezet a probléma gyökeréhez újra, és ugyanabba a borzalomba verjük bele a fejünket. Tipikus példa erre a háború. Tehát a háború, az erőszak, az a gyengeség és a tehetetlenség átfordulása agresszióba. Nem tudtuk másképp megoldani, tehát a legdurvább túlélő, birtokló területszerző ösztöneink ezek lépnek életbe, és akkor cselekszünk olyat, amit egy csomó ilyen egyezménnyel, meg szerződéssel később nem tudunk meg nem történtét tenni. Nincs. Honnan tudod, hogy megoldottad a problémát? Onnan, hogy az nem jelenik meg többet. Honnan tudod, hogy egy kapcsolatot orvosoltál, hogy ugyanabba a kátyúba nem esik vissza az a kapcsolat? Honnan tudod, hogy egy társadalom felfejlődött egy bizonyos szintre, onnan, hogy korábbi negativisztikus, ön- és máspusztító állapotokba nem zuhan vissza? Ha ezen az alapon megnézed az emberiség működését ezen a bolygón, jó esetben is csak ciklikus és helyben járunk, rosszabb esetben szépen lassan olvasztjuk magunk alatt a jeget, és süllyedünk egyre mélyebbre és mélyebbre. Ez nézőpont kérdése. Az viszont biztos, hogy megformált etikai és morális rendszerek nélkül nem fogjuk egymást kisegíteni, és magunkat sem ezekből a problémákból. És a háborúra visszatérve, az már egy olyan elképesztő erejű pótcselekvés, amit nem tudok megállítani, mert elindult a szuronyhenger, és háborúból még béke nem született. Háború után született béke, de háborúból nem. Amikor már elég volt, akkor már abba hagyjuk. Az igazi kérdés az, hogy az emberiségnek mekkora szenvedésre van szüksége ahhoz, hogy felébredjen. Tehát Németországnak 2 darab világháború kellett, és még az első előtt egy fél évszázaddal egy kis porosz francia, ami nem volt olyan kevés, tehát gondoljuk azt el, hogy a jelenlegi társadalmi szintet, a gondolkodásmódnak ezt a szintjét, amit most látsz Németországtól, ez meglegyen. Tehát olyan elképesztő vérvesztesség, olyan elképesztő csalódottság a világégéshez hasonló állapot, amikor földig rombolják az országot. Na, ez sajnos ez volt a feltétele annak, hogy a német társadalom felébredjen. És az a helyzet, hogy ez minden társadalomra, mind formációra igaz, hogy csak egy bizonyos szenvedés mennyiségekor ez a kritikus tömeg így elérkezik, és azt mondja, na ebből elég volt, ezt a gondolkodásmódot többet nem, ezt a cselekvésmódot többet nem, ezt a beszédstílus többet nem, ezeket az érzelmeket többet nem, köszönjük szépen. Viszont az a vicc, hogy bármikor visszazuhanhatunk. Nagyon nagy munka kell hozzá, de nagyon gyorsan vissza lehet zuhanni korábbi atavisztikus, kőkemény ellentétekkel dolgozó állapotokba, ahol sem az etika, sem a moralitás, mint előírt rendszer nem fog segíteni, egyszerűen azért, mert nem veszük őket figyelembe. Erősebb, keményebb dolgokat veszünk figyelembe, a saját énes gondolatainkat, érzelmeinket, akaratunkat, cselekedetre való hajtóerőnket, a beszéd kényszerét, hogy nekem muszáj kimondanom, mert csak akkor vagyok, ha kifejeztem magam, stb. Stb. A buddhizmusban nagyon sok gyakorlat van, amely rámutat a
te saját személyes étoszodra és moralitásra. Legelső az, hogy tekints magad, és nézd meg, hogy milyen érzelmekkel, gondolatokkal, milyen akarattal, szándékokkal élsz. Ez már önmagában egy nagyon nagy lépés. És azt mondom, hogy mindenki a saját személyes tapasztalatán, a lelkének a meglátásán keresztül formáljon egy olyasféle étoszt, amilyet nagyon egyszerű, hogy ugye ne tedd mással, amit magaddal se tennél szívesen, és a többi, és a többi. Ez kellő önismeret, és az ezen alapuló kellő szerénység és alázat nélkül nem megy. Nem megy. Pusztán könyvekből beemelni gondolat foszlányokat, mintákat, az elgépiesedéshez vezet, és vannak, akik ebben a pokolban szenvednek, többségünk nem. Tehát többségünkben van olyan élet, ami mindig ledobja magáról a kérgeket, kitör a ketrecekből, meghazudtolja a rendszereket, és a világ is úgy működik, hogy mindig egy újabb és újabb helyzet áll elő, amire nem találtunk ki korábban kellő szabályrendszert. Tehát mi az az étosz, mi az a moralitás, ami pillanatról pillanatra helyesen működik? Ez a pillanatról pillanatra helyesen működő étosz és moralitás te vagy. Senki és semmi más. Nem lehet externalizálni, külső formába leképezni, se névben, se formában. Pusztán nagyon-nagyon távoli, irányadó gondolatok, tanítások hangozhatnak el, amelyet ha te nem dolgozol föl belül és nem teszed a magadévá, ha nem mered összefűzni a tapasztalataiddal, ha nem engeded át magadon, akkor az egész kívül marad rajtad és az ego kérgedről lepattan. És ekkor egy önmegőrző túlélésre, birtoklásra, szaporodásra pusztán berendezkedő magatartása mindent próbálunk figyelmen kívül hagyni, amit válsághelyzeteink nyomán kényszerűen be nem engedtünk magunkba. Ez igaz az egyén, a család, a társadalom és az összcivilizáció szintjén, és a megoldás rendkívül egyszerű, magunkon kell kezdeni. Tehát vannak jóindulatú emberek, akik elkezdenek külső rendszerekben hinni, külső, komoly, leírt szabályrendszerekben, követik is, és amikor a szabályrendszer bukik, akkor mélységes igazságtalanság érzés és méltatlanság tölti el őket, hogy a világ igazságtalan. Nem, a rendszernek vannak korlátai. Meg az illetőnek, vagy illetőknek. Nem ismerték még föl azt, ami a rendszeren kívül van, amit a lelkük még eddig nem tapasztalt, nem tudták azonos tükörben látni. Még mindig van jó és rossz abszolút értékben a lélekben, és ez hasítja többre. Nem csak kettőre, 4, 8, 16, nagyon sok. És hogy milyen sok felé tudunk szakadni, ez egy régi hasonlatot. Volt egy indiai király, aki sok-sok bölcset meghallgatott, és amikor a legbölcsebbet meghallgatta, azt mondta, hogy te vagy a legbölcsebb, szeretnélek megjutalmazni. És azt mondta a bölcs ember, mert ezért is volt bölcs, hogy neki nem kell se arany, se ezüst, se föld, se hatalom, semmi, neki csak egy kis rizs kellene. És mondta a király, hogy mennyi rizst kérsz? Hát csak egy pár szemet. Hát mégis mennyit? Én szeretnék ide egy saktáblát kitenni, az első kockára szeretnék egyet tenni, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet, a negyedikre 8-at, az ötödikre 16-ot, és így szépen föl a kettő hatványain fölfele. Aki azt mondja, hát egy saktáblányi, hát ez semmi. Parancs kiadva, és akkor kezét tördelve jön vissza a számvevő, hogy felség, baj van. Hát mi a baj? Hát az egész birodalomnak a rizse nem elég ennek a bőcs embernek. Nézzen ki, a 264-en az hány rizs szem. Tehát ennyibe szét tudunk szakadni a saját gondolataink, érzelmeink entrópiája által. Ez a belső entrópia, ez mindig a széttartás, az, hogy szétszedjük magunkat darabokra különböző képzeteink, belső vagy külső élményeink által. És a zen azt tanítja, hogy jöjj vissza ebbe a pillanatba, hagyd el a széttartó
szétrepülő belső vagy külső képzeteket, engedd el a gondolatokat, engedd el az érzelmeket, tartózkodj az állandó tudatos gondolkodástól, véleményformálástól, és érkezz vissza egy olyan tiszta, tükörszerű állapotba, ahol az ok és okozatot meglátod. Ebben a tisztánlátó állapotban lehet a négy nemes igazság tagjait fölismerni, ebben az állapotban lehet a létezés 12 rétű láncolatát felismerni, hogy hogy keletkezünk mi emberek, hogyan teremtjük magunkat és a világot ide, ilyenre. És utána a szenvedés megszüntetésének az útjához hogyan tudjuk hozzárendelni a nemes 8 rétű ösvényt, ami nagyjából így tevődik össze, hogy helyes látásmód, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életmód, helyes bölcsesség, helyes erőkifejtés, helyes beszéd, és a többi, és a többi. Mi a helyes? Tehát innen indultunk, hogy mi a helyes, és hogy működik bennünk a jogfilozófus, a jogalkotó, a jogértelmező és a jogalkalmazó. Ezek mennyire következetesek belül? Hát nézd meg magad ebből a szempontból, és hányszor adtál magadnak felmentést, és hányszor ítéltél valakit halálra kívül? Hányszor történt ez meg? Hát, ha megszüntetjük az önfelmentést és a világnak az elítélését, akkor ez nem fog visszafordulni, hogy mindenki gyönyörűséges és jó, csak én vagyok a legutolsó, legborzalmasabb, legszörnyetegebb, stb. Stb. Tehát ez az életnek a sötétebb pillanataiban, amelyből világosság születhet, nagyon komolyan tud érvényesülni. Tehát ahhoz, hogy tényleg tisztán lássunk, ahhoz egy tisztán látó kell. És akkor bennünk nagyon jól érvényesülnek, nagyon helyesen érvényesülnek, együttérzéssel és bölcsességgel telve érvényesülnek a gondolkodó, az érző, a beszélő és a cselekvő funkciók. És akkor a bennünk lévő jogrend az valahol példaértékű tud lenni, nem emelhető át egy az egyben egy másik ember lelkébe, de annak a működése példaértékű, inspiráló tud lenni mások számára. Amit most hallottatok, az remélem kellően inspiráló, és nem annyira rendszerszerű, hogy unalmas legyen, igyekeztem. És hogyha most ezzel a nagyon felnőtt témakörrel kapcsolatban bárkinek kérdése van, azt nagyon szívesen fogadom, és megpróbálom legjobb képességeim szerint megválaszolni. Családok közötti viszályok például. Gondolok itt Korzika, Szicília, Makedónia, stb. Stb. Mikor család-család ellen megy. Na most van egy olyan tanítást is hallottam már, hogyha az ember bocsánatot kér Istentől, vagy Buddhától, vagy bárkitől, hogy a családja véget hetediziglen kérni kell bocsánatot. Na most az, aki 7 évszázaddal előtt született meg ugye a családba, és az bűnözött például ölt, vagy valami mást, akkor a következő generációk miért kell, hogy szenvedjenek azért, amit ő elkövetett? Nekem ez van a kérdésem. Ezt úgy hívják, hogy ragaszkodás a múlthoz. Tehát a ragaszkodó tudat, amelyik nem tud a múlt adott karmája fölött napirendre térni, az állandóan a ragaszkodása miatt a múltat behozza a jelenbe. És ezzel megmételjezi és korrumpálja a jelent. A másik oldal az, hogy bosszút akar állni, vagy elégtételt akar kapni, és ezt az igényét nem megfelelő módon óhatja kielégíteni. Miért? Mert további bosszú vágyat és elégedetlenséget hoz létre. Ahhoz, hogy ezt a családi vagy klán karmát, mert ez már több, mint család, ez klán karma, tovább vigyük, hát ahhoz nem csak Shakespeare-t kell ugye olvasni és látni, hanem egy picit az egyén és a csoport működését meg kéne tapasztalni, és most egy magasabb szintről van szó, nem csak az életben, hanem az élet előtt és az élet után is. Tehát ez lenne az az univerzális nézőpont, amikor azt lehet látni, hogy minden karmát fel lehet oldani, de semmilyen következmény elől nem lehet elmenekülni. A kettő egyszerre igaz. Tehát
vegyünk egy fehér klánt és egy fekete klánt, és a fekete klán megölte a fehér klán egyik tagját 700 évvel ezelőtt, és ők gondosan gyűjtötték a puskaport 700 évig, kovácsolták a lőfegyvert, és 700 év után a fehér klán visszalőtt a feketére. Ekkor elindult a lövöldözés. Amikor elég vér veszett, és már elég halál esett, akkor leszoktak ülni a megmaradt családok fői, és egy ilyen határvonalon egy klán közi nagy pikniket szoktak rendezni, amikor úgy rendbe rakják a dolgokat. Ezt lehet az olasz történelemben is látni, még a német történelemben, amikor még a 300 hercegség ott tombolt egymással, az se volt egy semmi történet. Vagy esetleg a magyar törzs kultúrában, mielőtt túlságosan egységesítettek volna minket. Volt ott azért nagyon komoly klánközi diplomácia, ha fejszével, karddal, fustéllyal, akkor azzal, ha pedig borral, sülcsirkével és egyébben, akkor meg azzal. Milyenkor a teendő? Egyrészt a karmát tisztán kell látni mind a két oldalon. Ha megütsz, megütlek, ha megütlek, megütsz. Tehát legalább ezt lássuk tisztán. Tehát nincs olyan, hogy megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel akkor, hogyha nincs kellő együttérzés és bölcsesség, és különösen akkor nem, ha a másik arra számít. Én majd jó, megdoblak kővel, neked meg nincs más választásod, mint hogy kenyérre dobjál vissza. Miért? Mert azt mondták. Ugye? Tehát azt kell látni, hogy az ok és okozat törvénye világos az életben, az élet előtt és az élet után is. Magyarul ez a karma szépen körbejár, és visszaszületik hozzánk. Mindaddig, amíg az inkarnálódott lények tudata nem változik, és ugyanazt a mintát követi, ugyanaz a karma fog beteljesedni rajta, és ezért van az, hogy évszázadokig tudnak harcban állni, néha intenzíven, néha egy kicsikét lazábban családok, de teljes béke sosincs. Tehát az egyik az, hogy meg kéne látni ennek a transzcendens szakaszát is, hogy mindaddig, amíg én így cselekszem, ugyanilyen agresszív életet fog élni a fiam, az unokám, az összes többi. Tehát az, amit én csinálok most, az heted ízig len fog érvényesülni, és hogy tudom ez alól mentesíteni őket úgy, hogy a rám heted ízig len érvényes karmával másképp bánok, mint az előttem lévők. És ekkor van az, hogy már ez, tehát a jogfilozófiáról beszélünk most, még csak nem is a jogalkotás, hogy a két klán milyen szabályrendszert dolgozzon ki a béke megtartására. Már csak arról van szó a legelején, nézzük meg, hogy szerintünk a világ hogy működik. Szerintünk a születés és a halál hogy működik. Szerintünk az ember az micsoda, és a világ micsoda. És hogyha már több ezer évet eltöltöttünk téves nézetek között, szálljunk már egy pár évet arra, hogy ezt így egyeztessük. És nem kell egyetérteni, csak azt meglátni, hogy hányféleképpen vélekedhetünk az emberről és a világról, az életről és a halálról, az okról és az okozatról. Már az, hogy oda tesszük a véleményeket az asztalra, és elismerjük, hogy különbözünk egymástól ezen szinteken, már ez egy óriási nyitottságra sarkalhat mindenkit. És ha ez megvan, és meglátjuk az okozatiság érvényesülését mind a két klánra, akkor a fehér és a fekete törzsfő az azt mondhatja, hogy az én végzetem a te végzeted, és a te jóléted az én jólétem. És ekkor egy normális és teljesen hétköznapi bölcsességgel és egy abszolút megvalósítható együttérzéssel el tudom fogadni a másik különbözőségét, ami a vérvonalat illeti, de a teljes azonosságát, ami az együttélés okozatiságát, hierarchiáját és egyebét illeti, és ezen az alapon meg tudok teremteni egy felnőtt alapú ugye, egyezményt, és nem pedig valami infantilist, amit kétértelműre, kiskapusra és egyébre fogalmazok azért, hogy később jól ki tudjam játszani. Tehát ezért meg kell nézni, amikor jogot alkotunk, akkor a jogfilozófiát mi módon korrumpáljuk ezekkel a kiskapukkal, hogy akkor, amikor a jogalkalmazó számon kéri, hogy nem tudnánk ezt úgy értelmezni egy picikét, hogy ez nekünk jó legyen. És akkor a jogfilozófia összetöri a kezét, hogy tehát nem ezt gondoltuk eddig.
Találj ki valamit. Jó? Tehát ahhoz, hogy ez ne egy ilyen infantilis játszmázásba fulladjon, ahhoz nagyon felnőtt módon, nagyon tisztán, nagyon széles látókörrel kellene látni magunkat, másokat, a világot és a karmát. És ezt a tisztánlátást a törvénynek, az univerzális, mindenkire érvényes törvénynek a felismerését nevezzük darmának, tanításnak. Vagy a jelenségek összefüggésének és együttműködésének. Hát amikor ez egy picit is az összes nézetkülönbség elismerésével együtt, de megvalósul, ekkor van béke, és ekkor van emellett dinamizmus, és nem elfojtottság, és nem fegyverszünet 20 évre. Tehát ezt az első világháború után tudták a németek, és a franciák is, hogy ami történt 1919-20-ban a sok-sok békeszerződéssel, az nem béke, az fegyverszünet 20 évre, és cakra pontosan jött a második világháború, úgyhogy figyeljünk. Ugyanis ami Jaltában volt 44-ben, és utána a 45-ös békével lezártuk, az jóval hosszabbnak bizonyul, de már teljesen más érdekviszonyok miatt, teljesen más hajtóerők miatt, és nem azért, mert annyira pengék voltunk 25 évvel az első világháború után. Tehát amikor ezek a motivációk egy kicsikét felfeslenek, hát akkor nézd meg, mi van most Kelet-Ukrajnában. És átrajzoljuk a paradigmákat, hirtelen a megengedhetetlen megengedhetővé vált, az elképzelhetetlen megvalósíthatóvá vált, és beindul a hibrid háború. Tehát jegyezzük meg ezt a dátumot, jegyezzük meg ezt az időszakot, most kezdődött el valami, ami az eddig európai paradigmát megbontotta. Akárhogy is nézel rá. És hogy ez hova fog kifutni, az bizony megint csak attól függ, hogy hogy gondolkodom magamról, mint egyén, család, nemzet, hogy gondolkodom a másik egyénről, családról, nemzetről, mit látok a világban, mint működést, mint törvényt, és hogy ezt hogyan fogom én alkalmazni, értelmezni, törvényé formálni. És most visszafele, ugye, milyen jogfilozófiából indultam ki. Ugye? Tehát akkor lehet ezt igazából orvosolni a klánok közötti háborút, amikor a magamban lévő háborút meg tudtam szüntetni, és ezt most szerintem eléggé világosan, szépen pontról pontra kifejtettem. Méghozzá azért tettem így, hogy cselekedhetővé tehessük. Tehát ez cselekedhető. Ennek megvan az útja. De ez nem az az úti terv, amit itt Közel-Keletre úgy tűnik kidolgoztak 20 éve, és 10 éve elismerték, hogy teljesen befulladt. Miért nem? Mert nem csinálták végig őszintén. Amikor ezt az úti tervet kialakították, akkor tényleg őszinték voltak? Tényleg meg akarták oldani, vagy pedig a világnak odadobtak egy gumicsontot, hogy most tessék erről írni, tessék ezzel gondolkodni, és higgyétek azt egy pár évig, hogy ez lesz, de valójában egy pillanatig nem gondolták azt, talán egyik fél sem, hogy ez így működni fog. Aztán a következmények beérnek, és lesz egy mondjuk francia forradalomhoz hasonló helyzet, amit egy szándékos nem látáson, nem felismerésen alapuló mondat indított el. Már nagyon érett volt a helyzet, de még mindig tűrtek, és akkor egyszer csak Marie Antoinette-nek vitték a hírt, hogy felség, Párizs népének nincs kenyere. És akkor erre az volt a válasz, igen, akkor egyenek tortát. Na, ez kilépett a palotából, és akkor borult az egész. Említetted, hogy a gondolatoknak, az érzelmeknek, a cselekedeteknek, meg nem tudom, nem beszéd volt a negyedik. Igen, tehát ezeknek koherensnek kell, hogy legyenek ahhoz, hogy helyesen tudjunk. Hiba határon belül nem tökéletes, de legalább az azonos területen mozgást azt azért jó, hogyha látjuk, vagy az azonos irányba való, a szándék szerinti haladását. Tehát teljesen egyezni ezek nem fognak. De hogy mik az okai, amik ezt kiváltják, ezt a sokrétűséget? Tehát hogyha valaki mondjuk tudatosan akar valakiket félrevezetni, tegyük föl,
akár egy pedagógus, az sokszor a pedagógusokra szokták mondani, hogy bort iszik, vizet prédikál, a másik attitűd pedig az, hogy ugye sokan mondják, hogy az oktatásnak 10%-a duma, 90%-a minta. Na és hogy mik az okai annak, hogyha valaki nem él összhangban ilyen szempontból, tehát hogy ez kiválthatja valami stressz helyzet, vagy hogy csak úgy... Főleg nem, ha már valaki komoly stressz helyzetet tapasztal, az már úgy kicsit összekapja magát, tehát nem ez váltja ki, az ellenkező, amikor az ember azt hiszi, hogy ezt megteheti, és ott belül burjánzik, és akkor azt hiszi, hogy ez az ő kis személyes tere, az ő kis személyes titkos profitja, boldogsága, hatalma, egyebe, hogy megvezetheti tartósan a külvilágot maga körül, és a többi. Tehát amikor az ego túlságosan sok hatalmat és teret kap belül, akkor egy ideig az okosságával el tudja azokat a különálló területeket rendezni, hogy mindig azt az érzelem csomagot közvetítse a környezetének, de közben másképp gondolkodik. Vagy mindig a megfelelő mondatokat mondja ki, amivel el tud érni dolgokat, de már a háttérben másképp cselekszik, stb. Stb. Nem a pedagógus itt a leginkább érintett társadalmi réteg, tudod-e? De annyira szép, hogy ugye magadon kezded. Egy másik társadalmi réteg szintén P betűvel kezdődik, ugye? De hát a sokkal jobban érintett, mert azok hivatalból. Tehát van egy olyan érdekes dolog, amikor nézed a fogadalmakat, akár az öt világit, a 47 bódhiszatva fogadalmat, amit Kínában a 15-17. Század között valamikor úgy kodifikáltak. És Szung dinasztia már nagyon-nagyon népszerű volt a buddhizmus, és nagyon már majdnem államvallás lett, csak a konfuciánus uralkodók azért óvatosak voltak, hogy egy vallást ne tegyünk meg államvallássá, ugye? Miért? Mert akkor monopól helyzet alakul ki. És az senkinek nem jó. Egy ilyen nagyon nagy többségű politikai tömörülésnek sem. Mert majd rájönnek, hogy milyen az, amikor egy kis szellemi kalodába jól becsukja az a monokulturális környezet, amely csak egyetlen egy vallási formációt ismer el érvényesnek. Erre gondoljunk majd egy picit később, amikor ez úgy jön. Jó? Úgy indultunk, hogy jogfilozófia, jogalkotás, jogalkalmazás. Jogértelmezés először. Jogalkalmazás. Én a jogbiztonságról szeretnék kérdezni. Miért nem vagyok meglepve? Igen. És nem elsősorban a külső jogbiztonságról, tehát a jogfolytonosságról, illetve a végrehajtás, alkalmazás betartásáról, hanem a belsőről. Hogy van ez belül? Ez akkor van, hogyha az ember már kellő önismerettel és öntisztulással rendelkezik, hogy már ilyen nagy, földrengésszerű énkép változások ne legyenek. Tehát akkor vagy biztonságban belül, ha már kellőképpen ismered önmagad. Ez axióma. Ez nem van a padlón teljesen. Ez nem mozdul. Kellőképpen megbízhatsz önmagadban, az önmagadról alkotott képben, az önismeretben, az erről, az alapról kiinduló jogalkotásban, felismerésben, akkor ez jogfolytonosságot és jogbiztonságot ad. De ha az ember még mindig a saját kis tapéta ajtóit nyitogatja ki, és a saját illúzióival küszködik, és az önképe változik egyik napról a másikra, és hormonállapot függvénye, hogy most éppen mit szabadít rá a külvilágra, addig nem lehet azt mondani, hogy egy belső jogbiztonság, vagy etikai és morális következetesség érvényesül. Ehhez kellőképpen keresztül kell menni azokon a stációkon, néha szenvedni, néha boldognak lenni, néha szenvedtetni, vagy boldogítani, hogy ez a biztonság meglegyen. Ez csak a tapasztalat adhatja meg. És az a törekvés, hogy ez meglegyen. Mert tapasztalunk mi itt már több generáció óta, mégis nagy többségben ez nincs még. Miért? Nem akarjuk. Tehát az erre irányuló szándék is szükséges ahhoz, hogy ez így valahogy megszülessen. És ekkor tudsz másnak menedéket adni, azért jó a kérdés, hogy a zenben megvan a menedék, amit a Buddha, a Dharma és a Sangha hármasságával szoktunk szimbolizálni. Ez valójában egy dolog. Ez a te lelkednek az ereje, tisztasága, bölcsessége és együttérzése.
Úgyhogy ez nagyon fontos, mind a négy kell. Tehát erő nélkül nincs energia, nem tudsz törekedni, nem tudsz küzdeni, ha kell saját magaddal. És akkor ebből lesz egy nem dualisztikus bölcsesség, együttérzés, és ez adja azt a tisztaságot, amire az emberek ugye vágynak belül is, kívül is, de általában kívül keresik, ha megkapják, gyorsan korrumpálják és bemocskolják, aztán panaszkodnak, hogy eltűnt az életükbe. Úgyhogy ez a fajta menedék és biztonság először bennünk kell, hogy megszülessen. Ehhez kaphatunk külső támogatást, és ezért is vannak szakrális helyek, olyan közösségek, ahol ezen etika és moralitás szerint mennek a dolgok, hogy mindenkiben születhessen meg az a lelki alap, az a tiszta tudat, amely ezekre a minőségekre képes. És ekkor tudunk menedéket adni másoknak, ekkor tudjuk tolerálni mások következetlenségeit, és magunkban ezt következetességre és helyes cselekvésre, beszédre, érzelemformálásra és gondolkodásra lefordítani. Tehát pont a fordítottja következik be, már nem zavar és nem kapom fel a vizet, és nem panaszkodom azért, mert mások olyanok, amilyenek, hanem tudomásul veszem, hogy én nem úgy működöm, mint a másik, és az én helyes működésemmel adom ezt a 90% példát és 10% kommunikációt, amivel végül is igazából hatni tudok, nem csak pedagógus a gyerekre, hanem úgy, mint embertársa másikra. És akkor ez a belső menedékvétel elkezd működni, és belső menedékadás lesz valaki más számára. És ez egy olyan biztonságérzet, amivel nem lehet visszaélni, mert pillanatok alatt el lehet veszíteni. És akkor meg kell szerezni újra. Egyéb kérdés? Milyen véleményed a lelkiismeretről, mint olyanról? Az a jó, ha van szabadsága. A lelkiismereti szabadság az egyik leggyönyörűbb fogalom, amit szeretek. Tehát szabadon ismerjem meg a lelkemet, és ezen az alapon legyen nekem lelkiismeretem. Ne mondja meg ezt lehetőleg senki, hogy a lelkiismeret micsoda, hogy működik, minek kell benne lenni, mi hiányozzon belőle. A lelkiismeret végső soron az a tiszta tükör, amelyben az ok és az okozat egyaránt látszik belül is és kívül is. De ez az ismeret, ez csak a lelkemben, a lelkem tükrében születhet. Na most, mivel ez a tükör nagyrészt nem tiszta, ezért szoktuk behelyettesíteni a lelkiismeretet valamilyen fix, leszögezett, kodifikált moralitással és etikával, vagy ha már nem ismered önmagad, a másikat és a világot, akkor legalább ezeket a szabályokat tartsad be. Ez nem lelkiismeret. Ez robotpilóta. És azt se tudjuk megcsinálni, mert azért mondom, hogy az előbb említettem, annyira azért vagyunk emberek és spontánok, és vagyunk annyira életben, hogy nem tudunk mechanikusan szabályokat követni egy bizonyos időszaknál tovább, mondjuk egy perc. Tehát úgy, van, aki életet él le, hogy ilyen fóliánsok szerint működik, és akkor 10-20 év eltelik, és akkor így érzi, hogy miért nincs életkedvem? Hát azért, mert nem élt, hanem mint egy robot ottan vegetált. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell látni, ugye, amikor szabálykövetésről, tehát jogalkalmazásról van szó, meg kell látni, hogy azt én valahogy értelmeztem, valahogy a magam számára lefordítottam. Azelőtt, ugye, a jogalkotásban valaki ember részt vett, hiszen anélkül az nincs, azt a tudatot is látnom kell a szabályok között, hogy milyen tudat alkotta ezeket, és a jogalkotás mögött azt a jogfilozófiát, amiről az előbb már beszéltünk. Na most, ilyen esetben a lelkiismeret szabadon a végtelenségig tud tágulni, magyarul minden és mindenki belefér, olyasféle határa nincs, hogy ezt ismerem, ezt nem ismerem, ez jó, ez rossz, stb. Stb. És mindent szépen lehet látni a múlt és a jelen és a jövő kontinuumában, az ok és az okozat tükrében, és teljes működésében a világegyetemnek és önmagunknak. Hát ez egy elég tág fogalma a lelkiismeretnek, és nem is vagyok hajlandó ezt leszűkíteni. Majd ettől jó ember leszel. Nem. Te olyan ember leszel, amilyenné akarsz lenni, és ezt is a lelkiismeretet fogja irányítani. Nem veszel a szabad akaratodból egy ektagramnyit sem. De kőkeményen mutatja, hogyha hibáztál. Aztán azt is, hogyha kijavítottad. Egyéb kérdés?
Azt szeretném kérdezni, hogy azt mondjuk, hogy a buddhista lelkületű ember, az ugye jó segítőkész, tehát próbál megfelelni sok mindennek, és hol van az a határ? Szó-szó. Szó-szó. Hol van az a határ, mikor azt mondhatom én, hogy most elég. Tehát, hogyha ki akarnak használni. Tehát, hogyha valaki megismer, hogy igen, hát a Judit az megcsinálja, és mikor lehet ennek vége. Tehát, hogy ne kelljen kiírni azt a homlokomra, hogy buddhista lelkületű vagyok, nem hülye. Ezt a megfelelő beszéd és cselekedet már megoldja. Tehát az első pont, amit mondtál, amikor észreveszed, hogy ki akarnak használni, akkor egy gyönyörűséges félmondata azt mondod, ezt nem. Miért? Mert nem tisztességes a szándék. Látod azt a kettősséget, ami az illetőben van, mást gondol, mint amit mond, másra készül cselekedetben, mint amit éreztet veled, azon nyomban érzed, és azt mondja, hogy ezt most nem. És meg tudjuk, miért? Hát a Judit mindig meg szoktad csinálni. És akkor vissza lehet kérdezni, és nagyon jó, amikor belekérdezem, az védhetetlen, hogy valójában miért kérsz erre engem? És akkor elmondja, és akkor érzed, hogy hazudik. És akkor azt mondja, most ezt mi helyett mondtad? De ez nagyon-nagyon ott kell lenni, és nagyon tisztán kell érezni, hogy a másik lelkében valójában milyen mozgás van, valójában mit érez és mit gondol, és mondani ezt, hogy hát, amit most te mondtál, és amit valójában akarsz, az olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. És akkor ledöbbennek, és később megköszönik, hogy te segítettél nekik. Már csak ezzel a meglátással és ezzel a kijelentéssel. Először tagadnak, hárítanak, ítélnek fölötted, elmondanak mindennek, de a te tiszta tudatod és együttérző, segítő szíved az senkinek nem a lába kapcája. De ez nem is azt jelenti, hogy egy ilyen kőkemény ítéletalkotó egófalat felhúzunk, és akkor onnan lövöldözünk ki, hogy te így nem vagy, te úgy nem vagy, de ez nem megy, ott nem megy, én tudom, stb. Tehát ezen már túl vagyunk. És nagyon gyorsan visszajön ez az okozatiság, ha nem megfelelő módon gyakoroljuk. De az, hogy az ember bodhiszattvaként, tehát önzetlen segítséggel ez esetben szeretne létezni, az nem azt jelenti, hogy egy ilyen szuper szenvedő nagymama lesz belőle, és állandóan minden este könnyes szemmel és mélylő ráncokkal állapítja meg, hogy megint rászedték, becsapták, kihasználták, stb. Tehát amikor az ember ezt már érzi, akkor már legyen elég erős ahhoz, hogy ezt elismerje, hogy a világ bizony így viszonyul hozzá, ha hagyja. És akkor egy nagyon komoly belső átrendeződés következik, és meg fogod látni, hogy valójában mi helyett tetted ezt eddig. Mi helyett engedted azt, hogy az emberek kihasználjanak. Tehát valami tévképzet volt itt, ezt a tévképzetet, ezt a rést a külvilág rútul kihasználta, amíg hagytad. És az, hogy az ember ezeket a tévedéseket, tévképzeteket, gyenge pontokat felszámolja, ebből nem az következik, hogy egy rusnya nagy önző énséget tesz a helyére. Nem. Még bölcsebb, még együttérzőbb, még önzetlenebb, és még erősebb, és még tisztább tudatú lesz. Csak nem engedi, hogy kihasználják, becsapják, átvágják, stb. Így. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Más kérdés? Akkor hol lehet, tehát hogy az áldozat és az alázat, ennek a határmestjéje, hogy mikor, meddig vagyok, meddig csinálok dolgokat alázattal, és mikor csúszok át, vagy hol van az a határ, amikor átcsúszok abba, hogy áldozat szerepet játszok. Az alázat, az felemelés meg nemesít, az áldozat, az fáj. Itt van a határ. És iszonyú önkínzás mennyiséget tudunk magunkra mérni azzal, hogy szép következetesen széttrancsírozzuk magunkat a teendők tálcáján és mások ugye szemébe nézvést, a kis citrom
ugye belemegy a kis szánkba, és feltálaljuk magunkat a semminek az oltárán. De ez nem azt jelenti, hogy ne segítsünk másokat alázattal, amikor ugye saját kis énségünket visszafogjuk és nem érvényesítjük. És az áldozathozatal és az alázat az egy helyen találkozik, az éntelenségben és az önzetlenségben. De amikor megjelenik az, hogy én feláldoztam magam, az nem áldozat, mert hiányzik belőle az alázat. Oké? Okay? Az alázat az olyan, hogy nem is vár érte különösebb ellenszolgáltatást, pontosan tudja, hogy a másik reakciója vagy véleménye nélkül is helyes az, amit tesz, és nem hajlandó véleményt formálni, erről pontosan tudja, hogy az ok és az okozat törvénye gyönyörűen működik. Az alázat az azt jelenti nagyrészt, hogy saját magát nem teszi bele. Nincs egy külön egoitása, amelyiket állandóan lábjegyzetként vagy szalagcímként ugye hozzáfűz. És amíg ez így megy, addig az áldozat és az alázat az éntelenség, önzetlenség miatt egy strófra tud járni. Amikor elkezd személyesedni és fájni, és szenvedek tőle, és én ebből egyfajta véleményt, énséget ugye gyártok le, akkor az egész át tud fordulni egy ilyen mazohista és később esetleg kicsit szadisztikus játék. Egy látod, hogy én feláldoztam magam, és itt vérzek előtted? Stb. Stb. Szóval, nem is tudom, elmentem a könyvelőhöz. Rosszul kezdődik. Igen. De hogy csak beszélgessünk, ismerkedjek ezzel a dologgal. És nagyon kedves volt, és azt mondta, hogy hát figyelj, hogyha ezt becsületesen akarod csinálni, akkor nem, akkor csődbe mész azonnal. Tehát, hogy esélyed nincs. Esélyed nincs ez becsületesen adózni, csinálni a biznisz, de amúgy bátorítalak, meg tényleg úgy vállalkozzál, meg mit tudom én, tehát ez egy nagyon jó dolog, mert hát így lehet előre haladni. Szóval, hogy akkor itt hogy van a... Hogy is van ez az etika dolog? Vagy már lehet, hogy ezt érintettük, ezt a kérdéskört, de talán kicsit pontosabban, hogy... Meg hogy van az, hogy nem tudom, barátaim, családos emberek szenvednek a... szintén az adóhatóságnak a különböző játszmáitól, miközben vannak, nyilvánvalóan tudjuk, egy ilyen 1000 milliárdos áfa csalás, és akkor ezt így irányítják, ezt az egész történetet. Szóval, hogy ebben akkor hogyan legyek etikus, hogyan legyek helyes, hogyan ne menjek el az országból, hogyan ne akarjak elmenni az országból, hogyan akarjak itt maradni, hogyan akarjak akkor vállalkozni, hogyan érezzem közben magam jól. Szóval egy ilyen, ezt az utolsót nem tudom garantálni, de egy csomó mindenre nem tudom, van hogy ez egy praktikus, az élet kőkemény tapasztalásából merített tanácsom. Az első, kell egy nagyon jó könyvelő. Ezek a nagyon jó könyvelők általában közvetlen, rendszeres és gyümölcsöző összekötetésben állnak a NAV bizonyos osztályaival. Ez nem titkos, nem illegális. Amikor kétségbe zuhannak, mert az adott évre vonatkozó ilyen vastag számviteli törvénygyűjteményt, ami mind új, nem tudják valamilyen esetre, például a tiedre értelmezni, akkor a NAV állásfoglalását kérik, és nem 30 napon belül fölhívják. Csak elmondják, hogy terikém, most problémám van. És akkor az izikém, hát akkor ezt a paragrafust így értelmez, légy szíves, mi ezt így szoktuk, ha kell leírjuk, de most ne kelljen, kész. Tehát van egy ilyen normál, humán együttműködés a jogértelmező és a jogalkalmazó között, mert ugye könyvelő értelmezi, és a NAV pedig ugye értelmezi és alkalmazza. Mind a két jogértelmezésnek és mind a két jogalkalmazásnak per szabálykövetésnek azonos platformon kell lennie. És az igazi kérdés az, hogy ez a platform megvan-e. Ezen múlik minden. Tehát, hogy ilyen szinten ne különüljön el, és ne legyen egy antagonisztikus ellentét az állampolgár, az őt könyvelő, és a könyvelését ellenőrző és az adót behajtó, ugye két nagy fél között. Engem a sírba vitt a jelenlegi könyvelőnk, amikor először megismertem, egyszerűen azért, mert úgy tűnt, mintha az adóhatóság oldalán áll, és minket kritizált állandóan,
hogy hát ezt hogy csinálhattuk? Hogy itt most ez a számla, ez a bankkártya, ez a sötét, ez volt már 5 évnél előbb, ugye? Ez nem most volt. És ez úgy történt, hogy azt mondja, hogy nekem az a dolgom, hogy maga jól aludjon, és hogy ahhoz, hogy maga jól aludhasson, én nekem úgy kell gondolkodnom, mint az a hatóság, ami magát rajtam keresztül ellenőrzi. És azt mondtam, Katikán, hát akkor legnagyobb frusztrációmtól szabadított most meg, dolgozzunk még együtt, tovább vittem is neki egy kis orvosságot, hogy tényleg az influenzája hamarabb múljon el. És ez azért kellett, mert az összes ilyen elképesztő alapossága, néha már engem a sírba vívő kérdezősködése mellett, nem csak hogy jóindulatú, hanem elképesztően átérzi azt a helyzetet, amiben egy ilyen mi, mint non-profit, te, mint pedig ugye jogosan profitorientált vállalkozó leszel, mi pedig vagyunk. Magyarul kell egy olyasféle egyévválás, ahol ezek a látszólagos ellentétek egy bizonyos platformon ki tudnak békülni. És megismerjük azt a gondolkodásmódot, ahogy ezek a hatóságok dolgoznak, nem csak a NAV, ANTS, az se semmi. Tehát azért vigyázzunk ezekkel, az összes hatóságot tiszteljük, és megismerjük a gondolkodásmódjukat, az, hogy ők hogyan értelmezik az alkotott jogot, és hogyan alkalmazzák, és kell egy olyan neked segítő, jó megfizetett könyvelő, vagy egyéb szakértő, aki ezt lehozza neked. Miért? Akárhogy is ugye magasnak tűnik az össz ugye adó ék, amely Magyarországon most is ez nem forgalmi adó, a forgalmi adón kívüli összes terhelés, amit te, mint munkaadó, munkavállaló bevállalsz, csak azért, mert élni akarsz, ez 54,3% a bruttóból. Mindemellett azt kell mondanunk, hogy ezeknek a szervezeteknek az az érdeke, hogy te adót fizess. Nem az, hogy az adósok börtönébe légy, hanem hogy te adót fizess. És ennek megvan az útja, csak ez nem egyszerű, és hogy miért nem egyszerű, ebben most nem megyek bele, de az a cél, hogy te adót fizess. Hogy mennyit és hogyan, ez már a könyvelőnek a képességeitől függ. De lehetséges az, hogy betartod a szabályokat, életben maradsz, valamennyit profitálsz, és van közben egészségbiztosításod, meg iparűzési adód, meg személyjövedelem adód, meg általános forgalmi adód, és meg lehet azt nézni, hogy ugye hogyan kaphatsz te bizonyos adónemek alól adómentességet, vagy adócsökkentést, vagy egyebeket. Egyébként a kedvencem az elvárt adó. Tehát, hogyha tőled elkezdenek elvárni adót, és te azt nem teljesíted, gubanc van. Nem tudok még egy országot és még egy gazdaságot, ahol ez mint intézmény működne. Te, mint cég, nem akarok ilyen neveket mondani, mert ki tudja, lehet, hogy bejön később. Nem szeretnénk. Te, mint saját magad és társa, egy évben befizettél 56,5 millió forint adót, és akkor azt mondja, hogy kérem szépen, hogyha jövőre nem fizet be legalább 50 milliót, akkor mi úgy szételenőrizzük magát, hogy ahhoz képest ez a kis crime scene investigation, az kutya füle. Az egy ilyen kis gyöngét te a délután. Úgy szétnyomozzuk az összes életét. Úgyhogy ez az elvárt adó intézmény, ez egy nagyon érdekes történet. Ez már jogfilozófiai kategória, nem is jogalkotás. Tehát az elvárások, ugye? Hát ehhez kéne jogbiztonság, meg kéne mondjuk egy olyan gazdasági folytonosság, ami hát úgy tűnik, hogy van, de még sincs, ugye? Szóval nagyon érdekes az, hogy milyen gondolkodásmóddal lehet nem csak, hogy életben maradni, hanem hogy kreatívnak lenni. Most ezt, amit hallasz tőlem, ez nagyon-nagyon nem zen tanítós. Ez a tanító meg apát ugyanúgy a világban él, mint ti, csak más helyzetben és más funkcióban, de azért nagyon találkozunk azzal, hogy ebben a világban valójában mi van. Ahhoz, hogy ez a templom ne bontassék le, ne menjen csődbe, ne kopjon fel az állunk, ahhoz ennek az apátnak el kellett sajátítani, és még nincs vége, az életnek olyan működését és olyan bugyraiba kellett bepillantanom segítőnkön keresztül, illetve segítőinken keresztül, mert szerencsére nem csak egy van, hogy az ám nagyobb-nagyobb trauma volt, amikor magamban kellett meglátni bizonyos eléggé kellemetlen dolgokat. Volt akkor a szenvedés, amikor megláthat, hogy valójában az emberi csoporttudat, mondjuk egy szűk elitnek a jogalkotó képessége hogyan működik. És innentől kezdve az a kérdés, hogy ezt az egészet, amit te betehetnél szenvedés csomagba, betehetnél az elhanyagolandó valóság csomagjába,
valójában hogyan fordítod át üzemanyaggá, motivációvá, tanítássá, esetleg a humorérzéket forrásává, tudod? Tehát itt van a nagy alkímia, itt van az igazi mágia, hogy a valóság látásával, elfogadásával mégis te önmagad lehetsz, mégis az általad helyesnek érzett irányt követed, azt csinálod, amiben hiszel, azokkal társulsz, akikben bízol. Emellett, hogy azt látod, hogy a világban ez van, hogy az intézmények így működnek, hogy az európai, csak a közép az eltűnni látszik, tehát vagy nyugat, vagy kelet, úgy tűnik. Tehát a kelet-európai kultúra hogy működik, és ez nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a lelkedben ez hogy fordul át, és te mennyire maradsz egészséges ezen folyamaton. Ehhez kell néha tényleg kihúzni az összes dugót a falból, a telefonból, különböző digitális, egyszer csak így pucoló üzemmód van, eltűnünk, kipucoljuk magunkból az egészet, megerősödünk, letisztulunk, újraéljük azokat a minőségeket, amelyekért érdemes élni, és utána megint belehempergünk ebbe az egészbe, csak azért, hogy dolgozzunk, alkossunk, és másoknak ezen keresztül segítsünk. Nem tudok jobbat. Különben itt etetnélek ilyen különböző messziről jött ideológiákkal, és nem foglak. Egyéb kérdés? Többször említetted a tiszta tükör fogalmát, ugye? Igen. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te mit tapasztalsz a tiszta tükör állapotában, vagy amikor ebben a tiszta tükörben tükröződik a tiszta tudat, illetve hogy mit tapasztalsz, vagy mit tapasztaltál, amikor ez a tükör esetleg nincs ott, vagy eltűnik? A padló piros, az asztal terítő fehér. Egyéb kérdés? Na most, ha te ezzel elégedett vagy, akkor egy szerény és jóra való fiú, ugye? Fiatal, kiderült. Lényeg az, hogy ez a tükörszerű tiszta tudat, ez ennyi, és nem több. Hogy mennyit lát, az tényleg a te tükör minőségeden múlik. Hogy mit engedsz magadnak látni, és mit nem. Legtöbben különböző rovátkákat, monogramokat, ábrákat rajzolunk erre a tükörre, ezzel azonosulunk, és azt hiszük, hogy ezek az ábrák, monogramok és festmények, ezek mi vagyunk. Csak azért, mert valaki ugye rúzsa puszit adott egy tükörre, ami nem jelenti azt, hogy ez a tükör ugye nagyon boldog lett. Csak azt jelenti, hogy egy rúzsnyom van rajta. És azt ahhoz, hogy igazi szeretetet tudjon adni és kapni az ember, azt le kell onnan törölni. Tehát most röviden elmondtam az illúzió problémáját, az azonosulás problémáját, az önáltatás és mások megvezetésének a problémáját. Tehát óriási bátorság kell ahhoz, hogy az ember tisztán lásson, és úgy is akarjon látni később. Tehát az önáltatás és mások megvezetésének az elképesztő hajlandósága és kísértése, az nem becsülhető alá. Tehát, hogy tényleg a padló piros, és az asztalterítő fehér, de ha másképp akarod, megbeszélhetjük. Tudod, tehát ilyenekbe bele tudunk menni nagyon sokszor, aztán eljuthatunk nagyon-nagyon csúnya állapotokig, amikor már magunk sem merjük elismerni, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk, érzünk, teszünk, mondunk. Ez mind ebben a tükörben tükröződik, vagy kellene tükröződnie. De így nem lehet látni. Egyéb kérdés? Én a gyászról szeretnék kérdezni, és a tovább lépésről, és arról, hogy a halottat, hogy segítsük tovább. A gyász teljesen természetes, az emberi kötéseknek a szétszakadása és az e fölötti fájdalom. És a halottat úgy segített, hogy rájössz, hogy ezt az érzést nem magadért kell érezni, és hogyha a másikat, a testen kívülit szeretnéd segíteni, akkor előbb-utóbb el kell engedni. És a halottat úgy tudod segíteni az útján, és az élőt is egyébként, hogy megfelelő tanítással serkented a tisztánlátásra, és az útjának a követésére. Ez az elhalt esetében, ez mantrákkal, szertartásokkal érhető el, és ezen keresztül rendezhető az a belső maradvány karma, ami abban az életben sajnos nem kerülhetett sorra.
ez csak a te részed és a te véged, mert te maradtál testben, aki eltávozott, ezt már tudatosan, önálló akarat, inkarnáció és egyéniség hiány ezt nem tudja megtenni. De ne akarjuk itt tartani a lelket, ne ragaszkodjunk ahhoz, amihez nem lehet, és akkor belátjuk azt, az oldás és a kötés, az öröm és a fájdalom ugye mozgásaiban, hogy ez az élet valójában miről szól, és nem fogunk olyan ellen küzdeni, ami ellen nem tudunk, sőt, a halál tudata, a gyász megélése egészséges tudat esetén vissza fogja irányítani a figyelmünket az életre, és még jobban meg fogjuk becsülni azokat, akik velünk együtt életben vannak, akár szeretjük őket, akár nem. Akár a barátainknak, akár az ellenségeinknek gondoljuk őket egy adott pillanatban. Úgyhogy a születés tapasztalása vagy meglátása, jaj, de aranyos, milyen gyönyörű, a legszebb kisbaba a világon. Ezt megtapasztalni, akár úgy, hogy közeli, vagy akár úgy, hogy a sajátod. És annak a vesztessége, amikor elmegy valaki, és eltávozik a testből, elhalálozik, az egyaránt fontos. Tehát az, hogy mi emberi inkarnációt vállaltunk be, és megszülettünk ebbe a testbe, ebbe a társadalomba, ebbe a korba, erre a bolygóra, az mind ezzel együtt jár. És ezért kell kinyitnunk a lelkünket a lehető legszélesebbre, legtágasabbra, hogy mindez beleférjen, mert ez akkor is megtörténik, ha tagadod, ha taszítod, ha nem vagy hajlandó elismerni, csak akkor téged tör meg és traumatizál, és okoz sebeket, ahelyett, hogy tanítana, a létszemléletedet tágítaná, mélyíteni a bölcsességedet, fokozná az együttérzésedet, erősíteni a tetrekészségedet, és letisztítaná a beszédünket. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a mai este, amit így a Dharma égisze alatt együtt töltöttünk, mindenkinek a javára vált, és igazi, mély lelkiség és tisztaság alapján etikusabb és morálisabb magatartást tudunk tanúsítani, mely mentes a képmutatástól, bármiféle kettősségtől és hipokrízistől, amely így minden ember javára válik, nem kifelejtve ebből önmagunkat. Köszönöm a figyelmet!